elmentek hazulról, a békácska csak úgy tett, mintha elment volna hazulról, bébújt a kamracskába. A Lábita Báb Színház előadása nyitotta meg péntek délután a hegyeshalmi bornapokat. A hagyományos falunap két éve egészült ki és vált a borok különleges fesztiváljává. Az utóbbi két évben úgy próbáltunk gazdagabbá tenni, hogy összekötöttük a bornapokkal. Ennek az előzménye ugye az volt, hogy volt egy három határ borfesztivál itt Hegyeshalomban, ami nagyon-nagyon jól sikerült, és mindenki be olyan nyomokat hagyott, hogy szeretne még ilyen rendezvényen részt venni. Szinte az összes történelmi borvidék pincészetei közül érkeztek a kétnapos fesztiválra. Többek között villányi, badacsonyi vagy móri borok is várták a hegyeshalmiakat és a településre érkezőket. A programokkal kapcsolatban azt várom, hogy minél többen kijöjjenek, és amit nagyon-nagyon várok, hogy az idő legyen kedves hozzánk, hiszen eléggé rossz időnek ígérkezik. De bízom benne, hogy sikerült olyan programokat találni, hogy mind Hegyeshalomból, mind pedig a környékről el fognak jönni, és megtekintik ezt a péntek délutántól szombat, vasárnap hajnalig tartó kisebb fesztiválunkat, ami ugye a borokkal kapcsolatos, és a borokkal szinte minden táj megjelenik a boraival, és úgy gondolom, hogy ez egy eléggé széles prestruktúrát, át fog fogni, hogy mindenki megtalálja neki ízlő borokat is a szórakozás mellett. Hozzátok, cigányok, estétől reggeli, sörtől a bortól a szép láncsoktól a bánatom A szervezők a bizonytalan időjárásra is felkészültek, amennyire lehetett. Az énekesek, zenekarok, táncsoportok fedett színpadon léphetnek fel, és a nézőtér nagy része is sátor alá került. Technikai felkészültségünk az megvan, mindenféle vonatkozásban. Idénre sikerült a állandó problémánkat, a villamos teljesítményt stabilizálni a területen, és én is bízom benne, hogy ha esik az első, és akkor is jól fogják magukat érezni ezeken a mostani hétvégén inkább egy ilyen rokkosabb előadás sorozat jön, de azért ettől függetlenül minden megtalálható benne. Inkább délutáni programokat féltem az időjárástól, ahol a gyermekeké lesz a főszereplő, nekik sokkal több olyan dolog van, amit befolyásol az időjárás. Az érdeklődőket a borok és fellépések mellett különféle gasztronómiai különlegességek, régi mesterségek bemutatkozása, gyermekjátékok és két esti nagy koncert is várta.